A Kisvárdai, a Mátészalkai és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói nyertek betekintést csütörtökön a kontinens legmodernebb baromfi feldolgozó üzemébe. A Kisvárdai Master Good cégcsoport a vármegye egyik legnagyobb foglalkoztatója, több mint 3500 embernek, köztük rengeteg helyi és térségbeli dolgozónak ad munkát. Ilyen nemzetközi szinten is kiemelkedő vállalkozásokat mutattak be a szakmát tanuló fiataloknak a Helyben vagy Rendben című rendezvény sorozaton. A projekttel azt kívánják elérni, hogy a munka előtt álló fiatalokat a helyben maradásra és a vármegyében történő munkavállalásra ösztönözzék. Különböző cégeket, üzemeket látogatunk meg, illetve hívjuk el a szakképző intézményeknek a fiataljait, a hallgatóit, hogy ilyen módon is megismerkedjenek a leendő esetleges munkahelyeikkel. Jártunk a Napkorona egy gépipari üzemben, most pedig egy élelmiszeripari gyárat, ha lehet így mondani, üzemet látogattunk meg a megye élelmiszeriparának az egyik zászlóshajója. A Vármegyei Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány közös pilot programjának ez volt a harmadik záróállomása. A szakmai rendezvények mellett számos más módon, például online felületeken is felhívták a figyelmet a térség egyre versenyképesebb munkalehetőségeire és kiemelkedő példáira. Többféle kisebb programunk volt, a népszerű volt itt a Szabadszatmár-Bereg-Vár megyei önkormányzattal közös projektben, a podcast csatornánk, ahol majdnem 20 podcast műsort forgattunk, legyártottunk, nem csak hanganyaggal, hanem a internetre online verzióban videófelvételekkel is elkészültek. A YouTube csatornánkon, az alapítványunknak Együtt Európáért YouTube csatornáján ezek megtalálhatók, ahol sikeres fiatalokkal készítettünk interjúkat, 40-50 percest, és őket példaként tudjuk állítani, példaként szeretnénk állítani a fiataloknak, hogy lám-lám mégiscsak lehet helybe boldogulni, attól függetlenül, hogy alapvetően nagyon erős még mindig az a régmúltból gyökeresztethető attitűd, hogy hát el kell menni 100, meg 200, meg 300 kilométert, el kell utazni, hogy boldoguljunk, ez most már nem így van. Ifjabb Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa arról beszélt, vállalatuk hagyományosan a helyi szakemberekre és munkavállalókra épít elsősorban, ezt a törekvést pedig a jövőben is szeretnék folytatni. A mi cégünk az egy nagyon dinamikusan fejlődő cégcsoport, és mi hiszünk abban, hogy ebben az országban, ebben a megyében tovább tudunk fejlődni, viszont ez elképzelhetetlen jó képességű és tudással rendelkező helyi kollégák nélkül, úgyhogy ezért fektetünk ebbe energiát. Szeretnénk meggyőzni arról a fiatalokat, hogy ebben a megyében is van jövőkép. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a Vármegyében és a Kisvárdai járásban tapasztalható fejlődés már jelentősen érzékelteti hatását a munkaerőpiacon is. Ezt az üzenetet szeretnék napról napra hangsúlyozni a fiatalok körében. Azt gondolom, hogy a térség jövője azon múlik, hogy azok a fiatalok, akik felnőnek, akik szakmát választanak, hol képzik a jövőjüket. És azt kell megmutatni ezeknek a fiataloknak és minden fiatalnak, hogy igen, Szabadszatmár-Bereg vármegye is képes arra, hogy jó minőségű, professzionális és nagy munkáltatók álljanak rendelkezésre, hogy a fiatalok itt maradjanak. Ezért fontos ez a mai nap is. A szakmai rendezvényen elhangzott a fiatalok helyben tartásához valamennyi szektorra, így a gazdasági szereplőkre, az oktatási intézményekre és az önkormányzatokra egyaránt szükség van.